Ma reggel is bombázták a városunkat, ott van a férjem is. Két házzal arrébb robbant tőle most egy bomba. Menekülés a pokolból. 1000 napja tart az ukrajnai háború. Azóta folyamatosan özönlenek a menekültek a magyar határon. Légvédelmi szirénák hangjára ébredtek az ukránok ezen a napon. Oroszország megkezdte Ukrajna bombázását, majd az orosz csapatok is bevonultak az országba. 2,5 évvel a háború kezdete után a fő problémámhoz látom a rengeteg halottat. Először azt hittük, hogy tűzijáték. Mikor kiderült, hogy robbanás volt, kitört a pánik, de egyszerűen képtelenek voltunk elhinni, hogy háború kezdődött. Én egy iskolai csoportban kaptam, az osztályfőnök írt hajnali 5 órakor, hogy senki ne vigye a gyerekét iskolába, mert hadi állapot van, és nem tudjuk, hogy mi várható. Amikor kitört a háború, mindenki azt hitte, hogy csak pár napig fog tartani. Már 1000 napja tart, több 100 000 a halott és milliók menekülnek el. Ukrajnában elképesztő az emberveszteség. Már azt mondják, hogy aki kimegy a frontra, rendkívül rövid kiképzés után néhány óra alatt jelentős részük meghal, ezért aki tud menekül. Minden férfit 18 és 60 év között besoroznak akár erőszakkal, és küldik őket a frontra. Elhurcolják őket akár a saját házukból is, az utcáról, abból. Lényegében az utóbbi fél évemet bujkálással töltöttem. Házról házra járnak, nálam is konkrétan szombat vagy vasárnapi napon szó nélkül bejöttek az udvaromra, és próbáltak utolérni, csak pont nem voltam otthon. Másképp nem lehet mondani, csak hogy vadásznak az emberekre az utcán. Erik itt akar új életet kezdeni. A zöld határon szökött át, napokig menekült. Édesanyja már itt volt, nagyon várta a fiát, aki nem titkolja, embercsempészek segítettek neki, és nagyon sok pénzbe került. Magyarul is beszéltek, de viszont ukránul is. És ez tényleg úgy ment, hogy még maszk is volt rajtuk, hogy még csak ne is tudjuk, hogy kik ők. Egy fiatal ukrán fiú, nem tudom, egy ilyen maximum 27-28 éves lehetett. Amikor már rátértünk, akkor egy kicsit szusszantunk, és akkor mesélte, hogy Harkovból jött, de őt már viszont elkapták, és 2 hónapot volt a fronton. Akkor azon nyomba vittek volna először a behívóközpontba, és onnan fel Rovnóba, ott van a kiképzőtáboruk. Aki most próbál menekülni, horribilis pénzeket, 6-10-15 000 euró dollárt le kell tenniük. Ez nagyon nagy pénz Ukrajnába. Ukrajnába általános a korrupció, és egy ember bármit megtesz, hogy ne halljon meg. Akit elfognak, visszaviszik, összeverik, kényszersorozás van, rövidített kiképzést kapnak, kiviszik őket a frontra. Nem minden férfi ilyen szerencsés, mint Erik. Viktória férje még ma is Ukrajnában van, ahol bujkál az erőszakos besorozás elől, de az élete is veszélyben van. A férjemet ott kellett hagynom. Nagyon fáj. Ma reggel is bombázták a városunkat. 2 házzal arrébb robbant a férjemtől most egy bomba. Sose tudhatom, hogy legközelebb, ha hívom, felveszi-e. Amikor indultunk, az nagyon nehéz volt, de muszáj volt a kisfiam miatt. Csak reménykedem benne, hogy a férjem túl fogja élni. Viktória a kisfiával menekült Szumiból, később jött utána az édesanyja is. Ebben a városban is folyamatos a bombázás, folyamatos a lövöldözés, az emberek ki sem mernek menni az utcára. Ők 3 napon át utaztak, mire Budapestre értek. Itt a Magyar Református Szeretetszolgálat segített nekik munkát és lakást találni. Csak akkor nyugodtam meg, mikor átléptem a határt. Azóta minden rendben van. Nem is akarunk visszamenni abba a borzalomba. A kisfiam kapott az óvodában egy kitűzőt, ezt szorongattuk a vonatúton. Ez adott reményt. Ez pedig egy kis kocsi, keresztapukától kaptuk. A férjem küldte a kisfiunknak Ukrajnából. Viktória kisfia most 2. osztályos, egészen jól beszél magyarul, az anyuka egy hotelben takarít. Minden nap azért imádkoznak, hogy egyszer az édesapjával újra együtt legyen a család. A magyaroknak üzenem, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. Köszönöm, hogy segítenek. Az ukránoknak békét kívánok, és hogy minél hamarabb legyenek újra együtt a családok. Több 100 000 menekült, aki ma már biztonságban van Magyarországon. 2,5 éve folyamatosan menekülnek a bombák és a golyók elől. Szétszakított családok, a katonaság elől menekülő édesapák, elcsigázott édesanyák, síró gyerekek kelnek útra a túlélés reményében. Ha Putyin elkezdte ezt a háborút, ő nem fog megállni. Putyin tetszik, vagy nem tetszik, szembe Zelenszkijjel reálpolitikus, tehát azokat a célokat tűzi ki, amelyek orosz nézetrendszer szerint elérhetők, és ezt próbálja keresztülvinni. Jelenleg a
fő cél az kell, hogy legyen, hogy elkerüljük a világháborút, mert sajnos a szélén táncolunk. 17 órát utaztunk Harkovból vonattal, és végre biztonságban vagyunk. Nagyon sok olyan emberrel utaztunk együtt, akik elvesztették a szörnyű harcokban a rokonaikat. Itt Magyarországon nagyon sokat segítettek rajtunk. Végre fürödhettünk, kaptunk enni, pihentünk. Magyarország összefogott, hogy segítsünk. Mindenki beszállt, rengeteg önkéntes, a máltai, a református, a baptista szeretett szolgálatok ételt, italt, tisztálkodási szereket osztottak. A menekülők végigrettegték a hosszú utat, volt, aki elvesztette a gyermekét. Pánikoltak az emberek, a gyerekek ordítottak, sírtak, mert ugye a nagy tolongásba nem volt nekik levegő, hogy ilyen helyzetet még egyszer nem szeretnék átélni. Meghalt a kisbaba, is el kellett venni. Hát a stressz, Gyalog jöttünk át a határon, ugye, és elég volt annyi sok ember közt átjönni. Ma utána már másnap éreztem, hogy már nem jól vagyok, úgyhogy bementünk a sürgősségére, kórházba. Több mint 24 órát úton voltunk. Végig bombáztak. Teljes sötétségben és nagyon halkan mentek a vonatok. Riadtan nézelődött ez a cica egy ukrán kislány karjaiban. Sokan háziállataikat sem hagyták a háborús övezetben. Macskával, kutyával is bevállalták a hosszú utat. Itt is önkéntesek tömege dolgozott, egy nappal látéve az ételek, italok mellett még játékokat is osztottak a gyerekeknek. András a gitárjával ment Beregsurányba. A zene és a közös éneklés segített feldolgozni az átélt borzalmakat. Megtanultunk ukrán dalokat, és hát itt például tegnap egy ilyen volt valami ukrán sláger, ami mint a ukrán most múlik pontosan, vagy ilyesmi, és ez mindenki énekelte, és ezt sírtak. Ezzel a csodaszép ukrán szívecskével köszönték meg az ukrán gyerekek a segítséget Barabáson. Itt éppen egy édesanya mutatta meg a robbantások nyomait, amit a saját utcájában átélt. A budapesti Bokcsarnokban is rengeteg menekült kapott segítséget. Egy hónapig a pincében éltünk, alig mertünk onnan kijönni. Több mint egy hónapig nem volt se víz, se gáz, se villany. Lebombázták a gyönyörű városunkat. Amikor kimentünk a boltba kenyérért, már lőttek. Ketten meg is haltak. Szinte minden nap bombáztak. Semmit se tudtunk tenni, lemenekültünk a pincébe. Próbáltunk a szomszédokkal összetartani. Mi azt hittük, hogy ez egy hét és vége az egésznek. De aztán már tudtuk, hogy menekülnünk kell. Maradnánk itt, jó itt. De mi haza akarunk menni. Ukrajna egészében rengeteg ember halálát, sebesülését, nyomorúságát hozza a háború, és úgy néz ki, hogy a mai ukrán vezetés ezzel nem törődik. Nagyon szeretnénk már hazamenni, de nem tudjuk, hogy lesz-e hova menni. Júlia a férjével és két gyermekével menekült át hazánkba, amikor kitört a háború. A család Kijev mellett élt egy kisvárosban, amikor elkezdődtek a bombázások. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt vagyok. Először azt hittük, hogy tűzi játék. Mikor kiderült, hogy robbanás volt, kitört a pánik, de egyszerűen képtelenek voltunk elhinni, hogy háború kezdődött. Azonnal elkezdtünk összepakolni, de még nem tudtuk, hogy mi lesz. Néhány hátizsákba kellett betenni az egész életünket. Aztán két évig még otthon maradtak az idős szüleik miatt. Végül idén januárban mégis átjöttek. Veszprémben a máltai szeretett szolgálat segített nekik mindenben. A gyerekeknek iskolát, óvodát kerestek. Kaptak lakást, ruhákat, élelmet, munkát. Féltünk ott maradni is, és elindulni is. Nem ismertük a nyelvet, nem ismertünk semmit. De hál' Istennek minden jobban alakult itt, mint gondoltam. Ezért nagyon hálásak is vagyunk. Már 2,5 éve tart a háború, de még mindig sok a menekült. Őket segítőpontok várják Beregsurányban és Záhonynál. Szállás, a csecsemőknek tápszer, a gyerekeknek játékok, a kisállattal érkezőknek is jut hely. Beregsurányban eddig közel 100 000 embernek segítettek. Megható történet akad bőven. Kaptunk a határól olyan értesítést, hogy van egy kiskorú fiú, akinek nincsen hová mennie, hogy tudnánk ebbe segíteni. Van olyan kisfiú, aki egyedül minden támogatás nélkül rettegve érkezik meg a segítőpontra. Hoztunk őt a segítségpontra, ő bekerült a nevelőszülőkhöz, és a mai napig ott van. A gyerek
ugye már a Déri Miksa Máté Szalkai középiskolába jár, ott szakmát tanul, már betöltötte a 18. életévet, amit itt ünnepelt nálunk a segítségponton. Ez a lapocskákkal teli térkép a Záhonyi segítőponton van. Ezen jelölték meg a menekültek, hogy pontosan honnan érkeztek, de bátorító szavak, üzenetek is felkerültek rá. Szemmel látható ugye a térképen, hogy ez kárpátaljai rész, itt kevesebb, és ez Közép-Ukrajna, Kijev környéke, ez pedig a leginkább háborús övezet. Nagyon kedves ez számunkra, mert olyan jó visszanézni rá, hogy mennyi sokan megfordultak nálunk, és sok mindenkinek tudtunk segíteni. Edina arról is mesélt, mennyire megható volt, amikor egy busznyi Down-szindrómás fiatalnak tudtak segíteni. Nagyon megrázó volt számomra, hogy szinte felnőtt fiatalok, és mennyire betegek, és hogy ekkora nagy utat kellett megtenniük azért, hogy életben maradjanak. A két segítőpontra ma is naponta százak érkeznek. Ők azok, akik a végsőkig próbáltak kitartani Ukrajnában, de két év után mégis elmenekültek. Mindenki reménykedik, hogy hamarosan véget ér a háború. A béke érdekében Orbán Viktor, hazánk miniszterelnöke is sokat tett és tesz, járt tárgyalni békemissziós körútján Kijevben, Moszkvában, Pekingben és a NATO csúcson, és Trumppal, a republikánusok elnökjelöltjével is találkozott. Ugyanezt csinálják mások, csak Magyarországot rengeteg támadás éri Brüsszel részéről. Én most mondom, ha Trump elnök lesz, a magyar kormányon mennyekbe megy, a brüsszeli politikai jelentős módosuláson fog átmenni, csak úgy lehet például, hogy amerikai nyomás jön, az amerikaiak kiegyeznek az oroszokkal, és ezt az ukránok vagy végrehajtják, vagy végrehajtják. Mikor lesz már végre béke, hogy vége legyen ennek a rengeteg borzalomnak?